Roppant kétszínű a baloldala a pedagógusok bíremelésének ügyében. Erről Rétvári Bence beszélt. Az államtitkár szerint itthon a pedagógusokat arra biztatják, hogy demonstráljanak és követeljenek béremelést, de közben azért dolgoznak, hogy az uniós forrásokat ne kapja meg Magyarország. Gyurcsány Ferenc egy interjúban ismerte el nemrég, hogy ők maguk próbálják ellehetetleníteni, hogy Magyarország megkapja a nekiáró uniós forrásokat minden egyes nappal szorulunk ki az Európai Unió peremére. Így riogatta a hallgatóságot Dobrev Klára pártja szerdai konferenciáján. Gyurcsány Ferenc felesége arra utalt, hogy Európának, így hazánknak is egy egységesülő, föderalista unió felé kell haladnia. Egy föderatívabb Európa, ha úgy tetszik, akkor az Európai Egyesült Államok felé. Mindehez szerinte a kormány leváltására és a DK-ra van szükség hogy az Orbánon túli világot megszervezzük, mert hogy majd így lehet választást nyerni. Az Unió azt mondta, hogy akkor kaptuk pénzt, ha főszámoljátok a NERT. Csak ez bele van öltöztetve egy, egy jogi köntösbe. A demokratikus koalíció azon dolgozik Brüsszelben, hogy megbuktassa a kormányt. Ezt április elején ismerte be Gyurcsány Ferenc a Spirit FM műsorában. Belátható, innen belül de milyen uniós pénz Magyarországra? Nem tud jönni. Az azóta Gyurcsány Ferenc második őszödi beszédeként elhíresült interjúban a volt miniszterelnök azt is bevallotta. Pártja, a DK azon dolgozott, hogy Brüsszel minél több feltételt támaszson hazánkkal szemben. Belobbiztak feltételeket a 27. De, 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 nem kell hazudni, hát mi voltunk ott. Ez volt az a dolgunk. Frontális támadás az LMBTQI közösség ellen Magyarországon. A tömegtájékoztatás további korlátozása Magyarországon. Csak néhány példa azokból a Magyarországot bíráló beadványokból, amelyeket gyurcsánypárti európai parlamenti képviselők címeztek az Európai Bizottságnak. Ezeket hol külön, hol közösen jegyezték a dk politikusok. A szerzők között Gyurcsány Ferenc mind a négy ep ben politizáló pártársa, így Dobrev Klára, Rónai Sándor, Molnár Csaba és Arakovács Attila is megjelenik. Roppant kétszínű a baloldalnak a magatartása. Bár itthon ezt eddig tagadták, most kiderült, a baloldal valójában azért dolgozik, hogy egyetlen eurócent se érkezzen Magyarországra. Erről a belügyminisztérium államtitkára beszélt pénteken. Rétvári Bence hangsúlyozta, hiába tette a kormány egyértelművé, hogy az uniós forrásokat legnagyobb arányban a pedagógusok béremelésére fordítaná. A magyar baloldal ezt igyekszik ellehetetleníteni. A baloldal úgy látszik csak, politikai céljaihoz igyekszik felhasználni a pedagógusokat, csak politikai céljaihoz igyekszik felhasználni a szakszervezeteket. Hátba szúrták a magyar pedagógusokat, hátba szúrták a pedagógus szakszervezeteket, hiszen ezek szerint már hosszú ideje rendkívül kétszínű magatartást tanúsítanak. Itthon magasabb pedagógus bérköveteléseik vannak, itthon támogatják a pedagógusok és a szakszervezetek bérköveteléseit, és utána Brüsszelben ezeknek a fedezetét minden eszközükkel igyekszenek gáncsolni. Rétvári Bence felszólította a baloldali pártokat, hogy számoljanak be, pontosan mit tettek a pedagógus béremelés ellen, és kikkel tárgyaltak annak érdekében, hogy ne lehessen már idén januártól nagyobb mértékben emelni a pedagógus béreket.